Üdvözlök, ismétel mindenkit! Esélyekkel látható, hogy mi is van. Mi is történik? Azt történik, hogy sétálok itt a Zomnatica környékén. Más is híres volt régebben. Nézve, és ne látni a távolból. És látok egy mesterséges tavat, ahol minden megfürdik benne. Tele van baktériumokkal, vírusokkal, egyéb más kórokozókkal. Egyszerűen fölöslegesen lesz képítve. Látható a másik felén a lovas múzeum. Akkor ennek a felbontása. Hát nem látszik? Most is, mint mindig. Megvan ennek is a videónak a miről szól. Most arról szól, hogy a szabad időben el lehet tölteni úgy, hogy nem nézel a tévét. Mert maga a tévé káros. Nem csak káros, hanem bűnössé is tesz. Ez nem vicces? Bűnnek a forrása maga a tévénézés. Másnak is le kell szoknotok, ha nem szoktok le, akkor a szoktok róla le, akkor egy más minden fog következményei lesz neki, ami ellen nem bírtok majd tenni. Jobban jártok, ha cigarettászok, füvesztök, vagy egy más élményszereket szedtek, mint hogy maga a tévé nézést napi szinten űzitek? Sokkal jobban jártok alá. Nekem sok... Nem napi szinten, minden hónapban valamit. Élményszereket. Mert sokkal károsabb a tévé, mint a... ezek a dolgok. Ennek csak annyi a dolga, hogy megfogja és kidobja a tévét a szemétbe, mert fölösleges eszköz, kevesebb hasznot hoz, mint kárt, nagyobb kárt hoz, minden tönkretesz. A szemelt, az agyat leépíti, utít, és egyszerűen káros. Lehet helyette más is csinálni, nem csak a tévét, és ezért simán le lehet szokni róla, a tévénézésről. Anya dolga megfogja és kikapcsolja tévét. Vannak ezek a régi tévék, még a smart tévék, mind-mind fölösleges. És egyszerűen más is lehet tenni, mint ma tévé nézést. Nem maga a tévé, hanem online filmek, egyéb más multimédiás tartalmak nézegetése. Mind-mind ez bűn, és aki bűnös, az hova jut, valahova eljut. Ez ellen tenni kell. Megfogja és kidobja a szemétbe a tévét. Ennyi lett volna a videó. Köszönöm a figyelmeteket. Szevasztok!